Széles körű kivizsgálásba kezdtek az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség munkatársai a Csíkszeredai Városházán. Rádui Róbert polgármestert és Szőke Domokos alpolgármestert a csendőrség járművével a délután folyamán Bukarestbe szállították. A DNA ügyészeinek a kíséretében érkezett a Csíkszeredai Városházára ma délben Rádui Róbert polgármester. A székelyföldi kisváros polgármestere nem önszántából késett a munkából, a lakásán is vizsgálódtak. Bővebb nyilatkozatra az ügyészség munkatársai nem adtak lehetőséget, Rádui Róbert SMS-ekkel próbált kommunikálni a sajtóval. Ugyancsak a DNA látóterébe került Szőke Domokos alpolgármester is, otthonát, illetve irodáját is átkutatták. Antal Attila alpolgármestertől pedig több iratot elkértek, anélkül, hogy pontosították volna, milyen ügyben nyomoznak. A polgármesteri hivatalnak azt a szárnyát, ahol a városvezetők irodái találhatók, már kora reggel lepecsételték, a belépést megtiltották. A központi sajtó vádhatósági kiszivárogtatásokra hivatkozva úgy tudja, a város parkolási rendszere, egy nagyáruház építése és a sportklubok támogatása kapcsán korrupciós vádak megfogalmazására készülnek az ügyészek. A polgármesteri hivatal munkatársainak megtiltották, hogy beszéljenek. A Bukarestbe szállítása és a járműbe való beszállása előtt a csíkszeredai városvezető még elmondhatta, politikai leszámolásnak tartja az eljárást. A járműbe való betuszkolása előtt Rádui Róbert még hozzátette, biztos abban, hogy őrizetbe fogják venni.